Itt van velünk Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom vezetője, aki most ugyan ezt a szervezetet vezeti, de akkor még az MSZP frakció tagja volt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. És ugye ott volt akkor, ott hallotta a beszédet. Mire gondolt akkor? Hogy is volt? Reagált is. Igen, hát ugye ez a beszéd, ez most már hova tovább, lassan nagykorú lesz, hiszen 16 évhez már nem sok hiányzik, hogy ez 18-at is megérjem. Tulajdonképpen nyilván nem tudok attól szabadulni, hogy sok mindenben utólagos az értékelés, hiszen a beszédet követő történések azért minősítik magát visszamenőleg a beszédet is. Ez egy teljesen értelmetlen, fölösleges és teátrálisan előadott, ráadásul számos elemében nem is igaz beszéd volt. Ahogy mi benne a különleges, meg hogy miért is érdemes ezzel foglalkozni, mondja, hogy utólag értékeli. Na de akkor nem lepődtek meg azon, mert azért talán a trágár fordulatok, ez a fajta kifejezésmód, ez nem volt szokásos annak idején, legalábbis a nyílt üléseken úgy nem találkoztunk ilyennel, még a politikában. Azért ezt nem mondanám, tehát a zárt frakcióüléseken azért elcsattant egy-két ilyen keményebb kifejezés vagy szó. Tehát önmagában ez olyan nagyon kilógott, de nem olyan szörnyen, tehát nem a stílus volt igazából ott, ami sokkolta a jelenlévőket, köztük engem is, hanem maga mondani való. És valójában azért ezt ugye nem rögzítették a mikrofonok, vagy legalábbis ami így közkézen járó felvételek vannak, ezekben nem lehet ezt hallani, de azért volt ott a teremben rendesen zúgolódás. Tehát egy-egy kiszólás kapcsán azért voltak sokan, akik fölhördültek, pár szóval, mondattal esetleg még kommentálták is a történeteket, tehát azért nem volt olyan sikermenet, hogy valaki állt a pulpituson, és egy primadonnaként egy performance-ot adott volna elő. Az egy nagyon mi volt a kifogás, hogy a maga nevé beszéljen, vagy ezt vállalta hát mindenki? Én magam is úgy elcsattant egy ilyen mondat pont akkor, amikor a hazugságokat említette, hogy éjjel-nappal hazudott, stb. És akkor úgy, hát azért úgy beszóltam, hogy hát csak a magad nevébe, Feri, amit hát volt, akinek tetszett, volt, akinek nem tetszett, de mások is ott keményen ott mondogatták, hogy na, nem úgy lesz az, meg stb. Nem úgy volt az. Tehát azért ez egy élő előadás volt, úgyhogy én ezért mondom, hogy több volt benne a teatralitás, a színpadiasság, mint a valós történet, és igazából, amikor azt mondtam, hogy utólag látja az ember, hogy mi történt, akkor azért azt is mondom, hogy így utólag nekem szimbolikusan is az a pillanat volt, akkor én nem vettem észre, hogy ott a történelem zajlik, de szimbolikusan is az a pillanat volt, amikor az MSZP egyszer s mindenkor és véglegesen letért a baloldaliság útjáról. És azóta se talált vissza tulajdonképpen sem az MSZP, se senki más erre az útra, és hát ez volt az indoka annak, hogy mi egyébként 2020-ban, tehát két évvel ezelőtt megalakítottuk ezt a bizonyos Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalmat, amit mi egy igazi baloldali pártként képzeltünk el, és hogyha most én összehasonlítom, hogy az akkori politika, tehát a 2016-ban meghirdetett végül is neoliberális politika, illetve a ma, amikor visszatérünk a baloldaliság gondolat köreihez, hogy mekkora őrületes különbség van, és micsoda hiány volt az elmúlt, mondjuk így 14-16 évben, hogy egyáltalán a baloldali politizálás az megszűnt Magyarországon, és ezt mi próbáljuk most újra visszahozni. Hát remélem, hogy azért előbb-utóbb kezdősikerrel. Ez világos, de ha egy kicsit visszatérünk ahhoz a szituációhoz, hát azért amikor azt mondja a miniszterelnök, ugye Gyurcsány Ferenc, hogy trükkök százai kellettek ahhoz, hogy ezt fenntartsuk, de ezt nektek nem kell tudni, akkor azon nem lepődtek meg? Hogy mi zajlik a színfalak mögött, meg hogy nektek ezt nem kell tudni, az egy kicsit olyan furcsa egy frakcióban, mindenképpen nem? Mindenképpen sértő volt, tehát ez a én és ti, tehát nem a mi hangulatát keltette, hanem hogy van egyszer valami központi agy, és akkor ti pedig kis gondrók itt majd valamit ott támogattok, vagy valami ilyesmi. Mindenképpen sértő volt, tehát erre mondtam azt, hogy a teatralitás, a szimpadiasság azért az túltengett ebben az egész dologban, de hangsúlyozom, a politikában nem annyira sértődés szokott
játékot itt játszani, hanem inkább tényleg a tartalom. Tényleg a tartalom. Egyébként az, hogy trükkök százai, olyan értelemben ez azért politikusokat nem szokott sokkolni, hogy mindenki tudja nagyon jó, hogy minden kormány a földön, amióta kormányok vannak, trükkök százait veti be. Hát például éppen most tegnap hirdette meg ugye Orbán Viktor is azt a trükköt, hogy majd megadóztatja a megmondta. Multiknak nem zárt körben, hanem meghirdette, ugye, hát, hogy gondolom, mert ez zárt körben is elmondta, csak ugye aztán már nyilvánosságra is jön ez a dolog, de hát ez is trükkök százai, mert hát, bocsánat, ha normális béreket fizetnének Magyarországon a cégek, akkor nem is keletkezne extra profit, akkor nem kéne mit megadóztatni, akkor ott lenne az embereknél a pénz, ki tudnák fizetni az életük költségeit. Na, menjünk vissza összödre, mert ugye az a témánk egyrészt, másrészt meg, ugye mondta már korábban, hogy ugye amikor győzött a Magyar Szocialista Párt már az első időben, akkor is feltűnt az, hogy nem lehetett megvalósítani a programot, mert feltűntek bizonyos liberális körök, akik aztán teljesen felülírták az egészet, és ott történt meg az a törésvonal önben is. Hogy volt ez? Igen, hát tulajdonképpen itt ez most már tényleg, hogy olyan ilyen történész, én nem szeretek történész lenni, meg szakértő, meg minden politikus akarok maradni. Hát jó, de ha egyszer valaki tanulja a nagy időknek, akkor ezt hát a terület is igen. Kell, nem? Igen, viszont az kétségtelen tény, hogy a rendszerváltás óta gyakorlatilag a magyar gazdaságpolitikára a legnagyobb lenyomatot azt tényleg a liberális felfogás hozta. De ez következik abból, hogy kapitalista rendszer van. Tehát a kapitalizmus az Ronald Reagan óta óhatatlanul, majd Margaret Thatcher óta óhatatlanul neoliberális, ami azt jelenti, hogy a gazdagokat hagyni gazdagodni, hát ha abból lecsörög majd valami a szegényeknek, például a munkabér formájában, csak ez nem igaz. Na jó, de a szociáldemokráciát lehetne? Igen, csak ahhoz erős szakszervezetek kellenek. Na, akkor most csak mondok egy tételt, és akkor nagyon világos lesz a hallgatók számára, és mire gondolok. Az, hogy mennyi a munkabér, meg annak az általános színvonal, hogy milyen magasak a bérek, ez soha nem a kormányokon múlik, ez azon múlik, hogy a dolgozók ezt miként harcolják ki maguknak. Az egész kapitalizmus egy osztozkodás. Mindaddig, amíg az emberek elhiszik azt, hogy gyerekek, hát nép, hát hizé, ott vagytok, látjuk, nyomorogtok, de hát ennyi jut. Amíg ezt a dumát elfogadják, addig ilyen ócskák lesznek Magyarországon a bérek. Na és jó, ez hát a liberális fölfogás, és ezt minden kormány végigcsinálta a kapitalizmus védelmében. Oké, a világ országainak többségében kapitalizmus van, szocializmus elég kevés helyen van. Sajnos. Kínában is már olyan ott szocializmus sem igazi van. Szocializmus. Az se az, na jó. Nézzünk meg az összödi beszédnek a folytatását. Amikor az utcán zajlottak ezek a hát rendőrrohan, szinte terrorcselekmény, igen, ahogy a vizsgálóbizottság állapítja, akkor önök ott hogy látták ezt a kérdést? Akkor is ugyanaz történt, mint ami előtte, hogy valami szűk körben döntöttek valamiről? Ugyanígy ez a bizalmatlanság megbot a frakcióval szemben, Gyurcsány Ferenctől? Nem, gyakorlatilag ugye mi most már inkább októberről beszélünk, májushoz képest 2006-ban. Világos, hiszen akkor volt a kettő között valami, amit október. Érdekes módon a történészek se csatolnak ehhez. Augusztus végén, szeptember elején egy úgynevezett konvergencia programot nyújtott be a kormány az Európai Bizottsághoz. Ez egyébként kötelező volt mindazon, és ma is napig kötelező mindazon országok számára, akik nem az eurót használják, tehát ilyen gazdaságpolitikai beszámoló, a terve egyebekről, ezt hívják konvergencia programnak, és abban már helyet kaptak azok a megszorító intézkedések, amelyeket már összödön is ugye föl névedett. Ezzel tulajdonképpen az akkori polgármesterek, piszkos, már úgy értem szocialista polgármesterek, akik egyben akkor még országgyűlési képviselők voltak, különösen nem értettek egyet. Tehát ez azt jelenti, hogy volt egy elhidegülés a kormány, illetve a frakció között. Tehát egy duzzogás, egy ilyen csikorgó fogakkal, de támogatunk, stb. És amikor ugye az utcán persze folyamatosan, és azért itt a Fidesz keményen tüzelte a népet, olyan meghasonlás volt, hogy az országgyűlés előtt, de tényleg hát ürülékszag volt két héten át az ország a Kossuth téren, tehát irgalmatlan állapotok voltak. Ilyenkor már az ember valamit most már kéne csinálni. Tehát körülbelül ez volt a hangulat. Ennél fogva
bár senki nem örült annak, hogy, hogy ezt rendőri erővel kell megoldani, de úgy valahogy eltűrték. Viszont az, ami aztán tudtak később, ez a Kossuth tér kiürítés, hogy akkor még voltak, jöttek a nagy évfordulóra az államfők, tehát tényleg azért valahol rendet kellett volna csinálni, vagy kellett csinálni a városban. Ami viszont október 23-án, tehát magán a tüntetések világában zajlott, azért az mindenki csokkolt. Tehát amögött azért nem volt igazi, sőt nem igazi, semmilyen támogatottság nem volt. Köszönöm szépen Szanyi Tibort, az MSZP volt frakciónak tagját, most az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom társelnökét hallották. Köszönöm szépen.